Azt hiszem, hogy ebből a kis bejátszásból mindenki rájött arra, hogy a Főzzünk Egyet című műsor következő vendége, aki egy nagyon jó receptet hozott hozzánk, nem más, mint Tóth Árpád. Szia! Szia! Ő a Dalfaragó című műsornak a szülőatya kitalálója, amit nagyon sokan hallgatnak a régió rádióban. És azt hiszem, mondhatom, hogy ez a rádió egyik leghallgatottabb műsora. Szerintem nem túlzás ezt állítani. Szerintem se túlzás. Ezt de megbeszéltük. Lehet, hogy az IGTV egyik legnézettebb műsora. Igen, bár azért a főzős műsor mellett az is elfér, mondhatjuk ezt is. Legyünk egymás után, jó? Egálban, majd úgy szerkesztünk be, és akkor nem lesz vele persze, probléma. Persze, az ajánlót meg a reklámok közé rakjuk, ugye kettő közé. Okay. Na, ezt megbeszéltük. Árpi, azt azért elmondhatjuk, hogy viszonylag nem régen indult ez a műsor. Hát egy éve. Hát azért egy nagyon friss, de már. Na, és rövid időn belül nagyon hallgatott le. Igen. Te ezt hogy találtad ki, hogy most kell egy ilyen? Van erre egyáltalán szükség, hogy egy ilyen legyen? Mert azért hiánypótol, ilyen még azért nagyon nem volt eddig. Hát állítólag képzeld el, hogy Európában nincs ilyen műsor, mert nem tudnak róla. Az, hogy a világon van-e, tehát ilyen struktúra, arról egyelőre nincs információ. Na most a kitalálásnak a körülmény, ez nagyon egyszerű volt, tehát ugye eszembe jutott. Nekem van egy irodám pont a rádió mellett, rádiósok a régóta ilyen-olyan vonatkozásban kapcsolatban voltam, és egyszer az irodában nem jött el egy ügyfél. És ott vártam, és mérges voltam, és eszembe jutott ez a műsor ötlet. Valószínűleg másnak is eszébe jut ilyen műsor ötlet, de hát mondjuk némi önkontrollt gyakorolva magukra, nem telefonálgatnak ilyenkor, tehát rádiósoknak. Én ezt megtettem. És hát a Varga Laci, hát a műsor szerkesztője, képzeld el, hogy pont ott volt az ablakom alatt, és gyakorlatilag 2 perc múlva fönn volt, és meghallgatta ezt az ötletet. És én akkor azt hittem, hogy itt majd lesz valami próbaműsor, megnézzük, hogy ez működik-e, talán az első kettőt felvesszük, és akkor majd leadjuk. És akkor mondta, hogy jó, hát akkor holnap este hétre gyertek be. És akkor bementünk. Pontosabban az se volt olyan egyszerű, hogy mi oda bementünk, mert a zenész felem másik énje, tehát Tumpek Ferenc, az egy nagyon óvatos ember. És ha én ezt most elmondtam volna neki, hogy figyelj, tehát lesz egy műsor, ahova most majd ide be fogunk ülni, valaki elmond egy történetet, mi egy órán belül, tehát írunk belőle egy dalt élő műsorban, hát valószínűleg nem jött volna be, és hát nem mondtam neki, hogy mi a feladat, csak mondtam, hogy gyere be a rádióba, lesz egy ilyen beszélgetés műsor. Akkor ő is megpökkent elég. És abban a pillanatban kinyomtam a készüléket, utána ő próbált visszahívni, de hát én ki is kapcsoltam. Úgyhogy másnap ő jött, szokásához híven kicsit késett, és hát élő műsorban szembesült a feladattal, hogy ezt ott meg kell oldani. De hát el nem mondom, akkor kellett volna forgatnotok, hogy akkor milyen arcot vágott el. De gyakorlatilag tehát megszületett az első dal. Vette azóta az is megy a műsor. Hát nem volt más választása. Hát egyszerűen nem volt más választása. És a műsor ugye arról szól, hogy ez egy élő műsor. Tehát idáig mindig megírtuk a dalt. Hát valamikor jobb, valamikor rosszabbul sikerült a dal, de hát mindig sikerült. Gondolom a vendégtől is függ, hogy milyen történetet hoz. Igen, hogy milyen történetet hoz el. És ennek a műsornak van egy olyan érdekessége, hogy itt, ha nem sikerül valami, akkor abban a pillanatban megbukunk. Hát akkor oda kell állni egy óra múlva, és azt mondani, hogy elnézést, ez nem sikerül. De hát ilyen még hál' Istent nem fordult elő. Azóta van már színészek a Dalfaragóban, tehát ami 2 hetente megy a Pécsi Nemzeti Színház művészeivel. És mit kell még erről elmondani? A következő érdekesség talán az, hogy az IGTV-n, ezen a csatornán is most már vizuálisan is lehet találkozni. Igen, maga a dal faragásnak ami a részét, kimaradt ami hát nem egy rádió műfaj. Tehát a rádiónak megvannak a maga korlátai, igen. Tehát ugye ott általában 2 perc beszélgetés és 5 perc zene kell, hogy legyen, tehát minden rádióban. És hát maga ahhoz, hogy ott lehessen látni azokat a
sokszor izgalmakat, vagy hát ugye ott mi nem hazudunk, tehát olyanok vagyunk, amilyenek, mert ott elkezdeném még szerepet játszani, akkor nem lenne idő magára dalírásra. És hát ez sajnos nem egy rádió műsor, tehát ugye ezt valaki csak akusztikusan hallgatja. Hát ott kell, hogy lásson bennünket, és kell, hogy lássa azokat a kínlódásokat esetlegesen, ami alapján tehát megszületik egy ilyen dal. Hát ez is ugye vágottban jó, mert hát mondjuk el azt a kis konyhatitkot, tehát hogy stílusos legyek, hogy a bizonyos szavakat azért kivágtok ott belőle, mert vagy kifejezéseket, mert hát a dalírás hevében, tehát azok elő-elő fordulnak ezek a dolgok, de hát majd egyszer majd kifütyülve kisipolva vagy szilveszteri műsorban jók lesznek ezek. Feliratozzuk egy picit, nyomd a fességet tűrően. Igen, pontosan. Ahány ember ugye, ahány vendég, annyi féle feladat, azért kaptatok már olyat, ami jócskán megízasztott benneteket? Igen. Gondolom nem egy ilyen volt. Hogy... Hát nagyon sok vendég nem nagyon értette meg azt, hogy mi történetet kérünk, és nem egy témát kérünk. Uh-huh. Tehát a témáról, egy témáról, most azt mondom, hogy szerelem, vagy volt, hogy barátok köztről írjunk egy dalt, amit az ember nem is tudott, vagy helyzeteket mondtak. Tehát azt mondták egyszer, hogy azért még az a betelefonálós részben volt, amikor betelefonáltak, hogy a hölgy neve Bíró Ica volt, és ő találkozott az utcán Bíró Icával, tehát ezzel a sztár Bíró Icával. Uh-huh, az most, ismertem. Igen, ez egy helyzet. Na most így azért voltak problémák, tehát én speciál nem tudtam, ki ez a Bíró Ica. Még nem tudja ezt a műsort. Ráadás, pontosabban a nevét úgy tudtam, de hogy ő most egy énekesnő, színésznő, vagy valamilyen reality show sztár, tehát fogalmam sem volt róla. Teklektikusan mindegyik csatornán ott van, ezt elárulom most. Igen, és többféle módon, de... Nálatok nincs. Nálunk nincs. Jó, oké, rendben van. És hát ugye most azt, hogy most Bíró Ica a négyzeten, hát az nem egy nagy történet. Hát ilyenkor elő kell venni a fantáziát gyakorlatilag, és hát volt olyan, a néni betelefonált, ez még mondjuk tavaly volt, amikor csak, hogy szereti a macskáját, és elmondott a macskájáról tehát egy-két dolgot, és akkor hát most mit tudtunk csinálni? Hát a macskát elküldtük politikusnak egy dalban, mert akkor éppen ilyen választási időszak volt, és politikus csináltunk szegény néni macskájából, hát lehet, hogy nem örült neki, nem tudom, de hát itt azért mi kérjük a... De mivel adott elő ezért? Persze, tehát hogyha a témát adnak csak, akkor mi kérjük a művészi szabadságot, és akkor ott ami hirtelen eszünkbe jut, és hát azért fontos, hogy mi is érezzük jól magunkat ebben a műsorban, azért mert hogyha mi nem érezzük jól magunkat, akkor az vége van. Jól van, térjünk át a főzésre, főzni jöttél hozzánk. Igen. Egy receptet? Készítünk ma? Két fogásos ételt fogunk készíteni. Lesz leves is. Teljesen jó. A leves az egy gombaleves lesz. Méghozzá vargánya leves. Vargánya. Lesz benne majd egy kis... mi az a gomba, amit a malacokkal szedetek? Szarvasgomba. Szarvasgomba. De már jól hangzik. Igen. És lesz egy spagetti. Amely spagetti, hát nem ez a hagyományos, tradicionális spagetti bolognese, hanem ez egy ilyen halas spagetti mariatta. Kicsit ritkább, kicsit érdekes, de a miénk, úgyhogy most ezt elkészítjük. Nyomás és megfőzzük. No, hát ismét megérkeztünk ide a Trendolány étterem konyhájába, szokásos helyszínünkre. Itt már látom az alapanyagokat az ételekhez. Ugye van egy levesünk, van egy főétel, egy tészta. Látok én, ez van a leveshez? Ezek a hozzávalók? Igen, ezek természetesen. Teljesen jó. Hát van hozzá húsalaplé, gomba, a gomba, a szarvasgomba, a fehér bors, vaj, tejszín, hagyma. Kis liszt, És akkor ugye ez van a főételhez, én ezt lepényhalnak igen, mondanám. Hát itt vannak az összes ilyen házőrző, ilyenek, olyan kis kagyló, csúszik, mászik. Az ugye a hámozott paradicsomnak igen, konzerv. Kagyló, fokhagyma, olívaolaj, teljesen jó. Fehér bors. Jó. Mivel kezdjük? Hát a levessel kezdjük szerintem. Levessel kezdjük. Nem? Egy jó tanács szerintem azért majd a tésztához a tésztát rakjuk fel főni. Jó, rendben van. És addig a leves megkezdjük. Csak segítek. Jó. Mégpedig úgy kezdjük, hogy fel
Daraboljuk a hagymát. Hagymát. Daraboljam, hagymát. Vagy darabolod? Hát darabold, légy szíves, mert darabolod. Addig én beleteszem a tésztát a... Na, megnézzük. Finomra vágjam? Nagyon igen, aktor? Tehát apróra. Megpróbálom. Ez nem is kell olyan sok hagyma, azt nézem. Csak szétesik. Teljesen jó. És akkor ezt fogjuk majd a vajon, gondolom, megfuttatni picit. Igen. Nagyon finomra vágjam, mert nagyon ez nagyon... Nagyon ez nagyon szétesik. Az már nagyon jó. Ez nagyon jó? Akkor nem vágom tovább. Jöhet el a felvenyőbe, közben. Ha ez a leves, akkor én ezt ide rakom. Na nézzük, ezt neked adom, mennyi kell? Igen. Felét látod, vagy hogyan? Felét belerakjuk. Felét. És akkor jön bele a hagyma. Akkor én ezt összevágtam. Próbáltam elég finomra. Te jó, pedig... tegyük ide bele. Tegyem az összeset igen. Bele. Most nem volt sok, úgyhogy teljesen jó. És, akkor... és én ezt majd elegyítem. Mivel? Hát a vajat a hagymával. Jól van. Igen. Azért bele. És akkor ennek nem is kell nagyon sok, mert hogy ugye nem volt annyira sok a hagyma, ez hamar elkészül. Nem. Kicsit összepároljuk, aztán annyi, nem? Igen, igen. Tehát éppen, hogy egy kicsit meg kell neki puhulni. Jó. De ez teljesen jól néz ki. Eddig legalábbis, bár eddig csak két összetevőtre. Idáig még semmi probléma nincs. Még nem rontottuk el. A hagyma és a vaj elege gyakorlatilag teljes mértékben 100%-os minőségben tudom garantálni. Mi lesz a következő lépés? Hát a következő lépés a gomba. Aha, akkor ez a vargánya. A vargánya nevű kerül bele. Szerinted rakhatjuk? Gomba. Igen, igen, igen. Lehet várján. Rakni bele, de előbb tegyünk bele egy kevés fokhagymát is. Fokhagymát? Igen. Mennyi ez a kevés? Szíves. Ennyi? Hát ugyannyit, igen. Tehát talán még egy kicsit. Nem. Végülis nem kell több, nem kell több. Mert te tudod. Teljesen bíz jó. Bennem, Marian, ez óriási lesz. Na, akkor ilyen most belerakhatom? Levestem. Igen, most jöhet. Mennyit? Felét? Felét körülbelül. Jó? Fele. Érzed már igen. Az illatát? De amúgy tényleg jó. Igaz? Tényleg jó, nagyon jó. Ezt is akkor egy picit megpirítjuk. Hát meg fú, éppen, engedjen levet? Kicsit, ez, tényleg hát a vargánya az enged levet? A... Csiperkéhez képest. Vargánya, hát a csiperkéhez képest, ő kevesebbet. Kevesebbet. Jó van. Tud? Mondjuk tényleg nem nagyon erőlteti magát. És most sem. Természetesen egy kis húslét teszünk bele. Mert hát minden leves úgy jó, hogyha van benne húslé. Így jó. Szárnyas. Teljesen igen, jó, nem? Teljes mértékben megfelel. Még egy picit? Hát talán még egy csöppet, igen. Jó. Na akkor gondolom a következő, hogy ez felfor. Ez egy kicsit megforja kicsit magát, addig megkeverem a tésztánkat is. Oké, az is lassan most már jó. Ha ez összefor, akkor ez majd maradhat is szerintem. Igen, igen. Nem? Akkor neki állhatunk addig a szósznak. Szósznak. A szósznak természetesen. Hát itt látunk mindenféle tengeri herkentyű. Herkentyű. Aki nem szereti, ne nézze a mai műsorunkat. Azt... Miért? Hát jó, az egyébként látva vizuálisan, abszolút tényleg jól is a probléma, ki. Nem? Úgyhogy ez a kagyló, ez teljesen jó. Csirkeláb az miért? Az nem gusztus, hogy fú. Még jó, hogy nem rakunk ebbe bele. A kagylónak azért, mert nincsen szeme, tudod? Ó, és nem kacsingat rá. Nem kacsint vissza. Hello! Pontosan. Na hát, jó, most szerintem. Most ezt természetesen elkezdjük. Uh-huh. A kagylót gondolom megfőzni kellene. Ez már főtt, nem? Nem. Nem? Ez még nem, ezt meg kell főzni. Hát akkor megfőzzük. Ja, oda. Ebbe belerakom én. De csak azért, mert ezt már előtte felrakom. És ezt nem mondjuk sosem nézőknek, hogy ezért mi tudjuk, hogy ezt hogy kell megcsinálni. Csak én kérdezek állandóan, hogy hogy kell ezt megcsinálni, igen, és mi a következő lépés? Hát persze, hogy megbeszéljük. Most jól lejutottam ide. Ez is olyan konyhatitok, amit azért nem tudnak a nézők. Most idáig nem tudták. Ja. Ebbe a vízbe mi van? Ebben a vízben kagyló. Mert most beleraktam. Fehér volt. Fehér volt. Beletettünk fehér volt? Igen, raktunk bele. Nem csak ittuk.
Időközben azért ebben mi raktunk egy kis lisztet, hogy azért jó sűrű legyen, ezt a nézők nem látták. Következő lépés. Azért krémleves, mert kell az egy kicsit. Hogy sűrű legyen. Igen. Ezt is nagyon jól tudjuk. Ja. Teljesen jó. Ezt meg kellene turmixolni. Aha, mert hogy ugye kész van, akkor már én ezt lejjebb veszem. Turmix az ott. Turmix bele. Nem mutatjuk a márkajelzést, azt tudod a karom. Ó, gyerekkoromban volt egy magyar fantasztikus film, a Pirca. Igen. Az űrhajós, ott ilyen űrhajók voltak. Ó, teljesen jó. Úgyhogy ezt most megűrhajózzuk. Ó, Istenem. Várjál, ne kapcsol. Igen. És azért most? Nem biztos, hogy jó, hogy... Ezt kell megnyomnom? Szerintem forgassuk. Forgassuk. Jaj! Teljesen jól csinálja. Laza D-dur hangzást ad végét. Ez is zenész. Istenem, ez zenész. Arra nem gondoltatok, hogy mondjuk a Dalfaragóba... Szerintem ez beveszik a turmizgépet. Persze, valamit úgy össze. Egyszer már volt, hogy próbáltam, hogy ott volt egy írógép. Igen? És azzal várja, akartam de, ütemet. De nem ennyi. Nem megyek. Ezt vissza kell. Ja, vissza kell önteni. Persze. Teljesen jól néz ki. Azt is el kell. Úgy. Igen. És bele. Elég kikaparom én. Ez főzelék lesz, ne b***tok. Ez nem leves. Akkor ezt visszafőzni. Igen. Közben megnézem a tésztát. Hogy látod, jó? Mert akkor igen, ezt már látod, már meg van dagadva. Uh-huh. Akkor csináljuk azt, hogy belerakod a következőt. Szerintem már csak a tejszín van el vissza. Igen. És meg azt leszűröm. Bele. Jó? Azt majd én leveszem. Jó, jó. És akkor ebbe beletesszük a tejszínt. Amely tejszínnek körülbelül a felét rakjuk bele. Tehát magyarul olyan 1 deciliter. És ilyen égszínkék, barna, zöld, csodálatos dali színeket kapunk. Megéneklitek majd ezt a főzést? Igen, ebben megnyugodhatsz. Jól van, ez a te történeted. Ez az én történetem lesz. Bár egyértelmű, hogy a játék szabály az, hogy mi nem tudhatunk semmit. Tudod, mi behívunk vendéget. Jaj. Jó, elvállom, te se jöttem, úgyhogy megyek. Jó. Beleraktad? Bele. Még? Igen. Hogy látod? Hát a felét tettem bele, szerintem még egy picit, tehát egy ilyen köbb deciliter. Nézd. Igen, ah, jó, úgy megfeled. Teljesen jó. Közben puhul a kagyló. Azt lezárjam? Szerintem igen, lezárom. Igen, igen, nehogy a héja is megfűjön. De ez úgy maradhat. Akkor mit csináljak? Mit segítsek? Akkor, amíg én ezt keverem, akkor légy szíves, ezeket a tengeri dolgokat vág fel. Azért. Tehát ne sajnáld őket. Ne. Ők hát már fájdalmat nem éreznek. Uha. Igen. De ez olyan tök az karikára. Tinta olyan, mint a dunsztos gumi egyébként. Íze is? Nem, ízre nem. Ízre azért finomabb. Tényleg amúgy te hogy vagy ezekkel a tengeri dolgokkal? Hát, szereted? Igen. Azért hoztam, bírja. Tehát szeretem. Adria partján csak ilyen szoktam menni. Mondjuk mást ott nem ebből is kapunk. Ebből következik, hogy akkor sokat utazol. Az Adriára, igen. Az Adriára. Rábbis ott szoktunk nyaralgatni. Igen, a mi szép kockára kell, természetesen. Az a lepényhal. Aha. Ja, mondom őszintén, ilyen magyar lány létemre én ponty. Harcsa. A többi az eléggé furcsa. Na akkor én a ezt elkezdem. Rossz egyébként. Elkezdem, jó? Igen, kis olajat alá, és akkor ez ilyen szépen csak meg kell. Kis olívaolaj. Én addig a leves. Hú, te. Jól néz ki? Igen. Illata? Nézd, látod? Hát. Teljesen jó. Teljesen jó. Akkor én ezt így rakjam bele? Belerakom. Igen, ezt tedd bele egy kicsit. Megmelegszik mindjárt az olaj. Úgy mi, először ezeket a halakat kell, mert ugye a többi az nem hal kategória. Tehát az rák kategóriába tartozik bele. Tintahal. És csak itt tintahal, Spanyolországban latintahal. La. Teljesen jó, ez egy picit megpörgetjük. Olajon. Nézők nem érzik ezt a halszagot.
Ami nem rossz. Hát azért kis fokhagymába keveredik ezt látod, tehát azért... Amúgy nagyon jó illata van most. Igen. Mert én belerakom ezt a... Tudod mit? Én belerakom. Hajrá! Hát ezt már nem kell összevágni természetesen. Még jó, finomra vágott rájka kievett. Mondjuk színesnek színes, de... Nem mondom. Ez szép. Mi? Ez is rák? Ez is, természetesen. Uha. Szerintem amúgy ez már jó. Ez jó, hogy jó lesz. Jó? Tegyük bele a kagylót. Kagylót? Gondoltam, hogy erre gondolsz amúgy. Igen. Ez így a páncélostól mellett. Átpároljuk páncélostól együtt. Minden. Az a négy páncélos is a kutyának a kedvenc tétele. Bele van a páncélossal. Mondjuk ez se egy mindennapi étel. Nem ám. Kész. Akkor ez elvileg megfőtt, úgyhogy a következő... Az lesz a hámozott paradicsom. Aha, akkor mennyit rakjak ebből? Hát kicsit több, felét? Mint a felét. Kicsit, igen. Kicsit több, mint a felét? Így jó? Így? Igen, elég. Merjen. Finom? Mhm. Jó. Ez magában is jó. Teljesen jó. És akkor ez így fog összerogyogni. Igen. Ízesítsük ezt valamiben? Igen, természetesen. Azzal a kis fehér borssal. Igen. Jó, talán elég is lesz, elég. Mert hát kevésen ma levesz szerintem. És egy kis szarvasgombával. Ne, az nem az. Az nem ez? Ja? Már megint a bort rágocsolod. Hát meg ígyjuk közben. Jó. És egy kis fehér csak bort. Legyen levem. Csak azért segítek, mert ezt szeretem főzni. Meg ezt rakjuk bele. Ha már kirakták. Miért? Zöld. Ez barzsalikom. Rászóltad erre a páncélra, látod az egész? Nem baj. Hát elkeverjem el? Hát, mondjuk lehet, hogy ez lenne a jobb. Összerotyog és szerintem kész. Jó. A leveshez kell a szarvas gomba. Leveshez kell? De hát, hogyan megesszük hozzá, mint a kenyeret? Vagy persze. Ja. Csak nem annyit eszünk, mint a kenyeret. Fehér a szoknyám. Rámen? Nem. Kicsit de. Csak, kicsit. De nem baj. Végül is ma egész nap forgatok. Esik. Mehet bele? Igen, jöhet. Körülbelül az egy harmada kellene. Kézzel megfogom, jó? Úgy is természetesen. De ez nagyon összeragadt. Nem baj az. Itt majd... Ez jól van elvágjuk. Ugye? Azaz. Ilyen még nem láttak a nézni. Szakít szép. De mindig ilyen viccesen főzöl. Így, igen. Igen. Ez teljesen jól néz ki. Ha főzöl, akkor... Ha főzök, akkor viccesen. Hát ez összerotja és jó lesz. Hagyjuk abba, mert az operátor se tud már venni minket. Úgy mi? Teljesen profin kevered most. Igaz? Az. Tök jól áll. Elegyíteni, az megy. Az nagyon megy nekem. Azért tudod, köszönöm mi a szépen baj? A segítségedet, mert szívesen. Bizonyos szempontból lettek volna gondjaim itt. De tudod mi a baj, hogy nekünk ezt most meg is kell majd kóstolni fönt? De szerintem ízre nem lesz rossz. Ez biztos, hogy jó. Miért színre rossz? Nem, jól néz ki. Jól néz ki. Illatra. Jó. Hát, igen, azok a... Az a halszag. De ez teljesen jó, hát aki halas ételt teszik, annak a... állatoknak a finom kis illata. Tengeri uborka nincs benne, szóval az nincs. Jó. Itt előttünk van szerintem az, amit főztünk, ezt majd megkóstoljunk. De azért... Finom beszél, de nézd meg, hogy vizuálisan... Teljesen jól néz ki, szerintem egy szavunk nem lehet. Igen, nagyon jól megcsináltuk. Viszont a műsorodra pedig visszatérve, ugye rádióval kezdted. Igen. Jött a tévé. Igen. Terv az van, hogy mondjuk most újságot bevonjuk, bár az előbb más lenne. Holnap van.
honlap van, bár hát az még most nincs annyira feltöltve. Még mire gondoltál? Revűre gondoltál? Utcabál. Nem tudom. Olyan van, olyan lesz. Kimentek zenélni, Széchenyi. Az még jó lenne, igen. Olyan lesz, kettőről tudok beszámolni, ami terv. Uh-huh. Az egyik, hogy a színészek a Dalfaragóban, annak lesz egy olyan mutációja, hogy kimegyünk egy színpadra, a színészek még egyszer elmondják ezt a történetet, és ott már azt a dalt, amit ott elmondtak, mert ugye ezek, ők ilyen humoros történeteket uh-huh. mondanak el, tehát valószínűleg a közönség tehát azt szeretni fogja. És a történetre, tehát azt a dalt már kicsit kikozmetikázottabb formában tehát előadjuk. Magyarul ők meg eljátszák. Színpadi változat, vagy eljátszák. A másik pedig az, hogy utcabálon, valamikor 6 órakor megkapjuk az ötletet, és olyan 9 óra felé a dal nagy zenekari változata lesz. Akkor ez még egy jó feladat. Na most, hogy ezek te. Után már hogy lehet tovább menni fölfelé, azt nem tudom, tehát fogalmam sincs. Majd egyszer megint nem jön egy vendéget hozzád, és akkor gondolkozol. Persze, lemegyünk a bányába, forgatunk. Tudom én, tehát valami lesz. Pincébe. Igen. Vagy jövünk főzni. És közben arról írtok valamit. Szerintem főzni. Kóstoljuk meg. Kóstoljuk meg. Te kapod meg. Azt, én ezt, cseréljünk. Igen? Igen? Jó, oké, rendben van. Jó étvágyat kívánunk. Jó étvágyat kívánunk.